Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! A műszaki értelmiség napját megünnepelni jöttünk ma össze, de a ünnepésnek, amely országos és megyei szinten már végigvonult, az egész társadalom felé hallható kiáltásnak is kérdezünk. Magyar műszaki értelmiség napját ünnepeljük, nem egy régi ünnepről van szó. Mi hívta életre, hogyan született egyáltalán ez az ünnep? 4 évvel ezelőtt ünnepeltük először a műszaki értelmiség napját, és igazából a gondolat, amely létrehozta ezt az ünnepet, arról szól, hogy olyan helyzetben van a magyar mérnöktársadalom, a magyar műszaki társadalom, hogy mindenképpen lehetőséget, fórumot kellett teremteni, hogy felkínáljuk azt az óriási tudást, tapasztalatot, amelyet ez a réteg képvisel az ország vezetői, irányítói számára, mert az elmúlt 20 évet végignézve a ünnep kezdetéig eltelt 16 év nem azt mutatta, hogy a gazdaságunk, a gazdaság kézbetartása, irányítása minden esetben jó irányba halad. Ezek szerint nem úgy tűnik, hogy nagy okunk van az ünneplésre. Igen, én a bevezetőbe is azzal kezdtem, hogy bár ünnepelni jöttünk össze, de igazából ennek a mai ünnepünknek akkor van foganatja, hogyha az egész társadalom számára egy felkiáltást, egy ébresztőt tudnánk mondani, amivel rá lehetne döbbenteni az egész társadalmat, hogy ahhoz, hogy az ország szekere ebből a kátyúból kimozduljon, és a gazdaság fejlődése elinduljon, alapvetően a műszaki, a mérnök társadalom tudására, tapasztalatára, tenni akarására van szükség, és ez nem politikai kérdés. Ez mindig szakmai kérdés. A mi célunk, hogy szakmai oldalról megközelítve az egyes problémákat minél megnyugtatóbb, minél biztosabb eredményhez vezető utat kínáljunk, és nyilván ennek akkor van eredménye, értelme és elsősorban sikere, ha ezt a döntéshozók meghallgatják, figyelembe veszik döntéseiknél, és akkor talán a elkövetkezendő években sikerül egy látványosabb elmozdulást, gazdaságfejlődést elindítani. Tulajdonképpen lefordíthatom úgy is, hogy a gazdasági fejlődésnek a forrása a tudomány lenne, ha általánosabban fogalmazom meg a dolgot. A tudomány viszont az oktatásban gyökerezik. A problémák gyökere akkor valahol itt van. Teljes mértékben egyetértek, és erről is beszéltem. Ahhoz, hogy ténylegesen a gazdasági növekedés beinduljon, tudásra és innovációra van szükség. A tudás pedig a ténylegesen magas képzettségű munkaerőn keresztül kerül be a gazdaságba. A magas képzettség egyértelműen az oktatáshoz vezet vissza, és a mai magyar valóság, ha a statisztikai adatokat nézzük, ebben a tekintetben nagyon szomorú. A természettudományi és ezen belül a mérnöki diplomát szerzők aránya drasztikusan csökkent Magyarországon, de ez a elfordulás a műszaki pályától igazából már az általános iskolákban megkezdődik. Szintén elhangzott ma is a természettudományi alaptárgyak, matematika, fizika, kémia, biológia nem megfelelő szintű kezelése már az általános iskolába. Nyilván ennek egy folyamatos következménye, hogy amikor a gyerekek, az iskolások odajutnak, hogy pályát válasszonak, sokkal inkább a kisebb ellenállás irányába mozdulnak. Azt hiszem, aki műszaki pályán végzett, még emlékszik a matematika, mechanika, fizika bizony embert próbáló tárgyak voltak, még főiskolán, egyetemen is. Most ha ennek az alapjai nincsenek meg az általános iskolába, vagy nem a helyén vannak kezelve, természetes, hogy a
a gyerekek azt mondják, hogy olyan helyre megyek tanulni, ahol ezek a tárgyak nem dominánsak, nem meghatározók, pedig hát a természettudomány az alapja az egész világ mindenségnek, illetve a létünknek.